Jövök már ingyen fuvart intézek magamnak. Nehéz ez vigyen el. Az a Milke. Hú, meghalok már. Múlkor úgy tesz neki első, utolsó, ahogy elüt. Már gordom, én most csinálok egy kis cirkuszt a házba. Most egy kicsit. Mi? Pancsár vagyok? Nem, semmi tesó. Hát hallottam! Ne halljál semmit, gyere át hozzánk. Majd van szólott lelkem, tudod, nem engedlek én egyedül aludjál, vagy valahol itt az út szélén. Gyere át hozzánk. Ha, csak szüleidnél vagy testvéredéknél. Ennyi. Gyere át hozzánk. Mindig elzavart. Hadd itthon, mindig elzavart téged. Pedig nem csináltam semmit se. Hát tudom, lelkem. Menjünk. Gyere át hozzánk, bolondosra, menjünk át. Nem tudom, miért csinálj mindig ezt veled, ha. Mindig elzavar engemet a háztól. De miért most se szó, se beszél? Menjél ki, Ferosz, kilök. Hát zongorázgatok ott magamnak, szépen írom a dalokat. Erre csak már egyből megint hallom, hogy ordni. Hát én ezt nem hiszem el, hogy... Elzavar a háztól állandóan. Mindig ezt csinálja veled. Sajnálok, lelkem. Tudom, tesó, te mindig mellettem állsz. Hát. Sose akarnál nekem baj. Humán, bolond vagy. Izé, apropó, ha már most tesó lendületbe vagy, vigyél már a cogoszlóra. Mi? Vigyél már a cogoszlóra. Ó, hogy hagyjál már, most olyan ideges. De ne játsszál már tényleg, vigyél már a cogoszlóra. Most úgyis úton vagyunk, ha? Átmegyek a csajhoz. Most úgy sem tudsz hazamenni, utána meg vissza át hozzánk. De jó, de meddig idejző? Nem, csak egy 20 perc az egész, tudod? Na. Jó van, öcskös, mert hideg van. Tesom, fizet már ki nekem a tankot. Ne szórakozzál már velem! Na, kérlek, hol tideg vagyok, he? De nem tudtam, hogy jövök át hozzá, azt elviszel, azt hittem nem viszel el. Fizet már ki a tankot, tesom. Tudod, milyen vagyok, én mindig kifizetem neked. Kifizetem, nyugodt legyél. Mert mi az, hogy... Azt hitted, hogy nem viszlek el? Hogy... Mi az, hogy azt hitted, hogy nem viszlek el? Hú, hát... Most... Nikinek azt mondtam, hogy izé... Táncoltál csajokkal ott a buliból, azt azért... Micsoda? Küldött ki. Nikinek mondtam, hogy mikor voltunk vásárosaményben, táncoltál csajokkal. Ne, játszol velem. Anyu hajomat játszol. Játszol? Anyut meg átkozom, potyár! Mit csinálsz, ember? Elég volt, szájk az autóból. Szájki! Szájki! Mi van? Szájk az autóból. De miért? Elszámolok háromig. De hogy menjük, hogy mit nem lesz velem? Nem érdekel, szájki az autóból. Elkapnak? Elég volt belőled. Hogy menészel, te tesz megtenni velem? Szájk az autóból! Úgy menészel, te, hogy akarsz. Hát mit képzelsz te magadról, te tücsök? Erre vagy, te édes! Nem szígyel rá magad! Mi közepi? Nem szégyeld el magad, csukd az ajtót! Menjél akkor, öcsém! Menjél haza fel akkor! Pusztulj rá! Pusztulj rá, hogy jól a fel, öcsém! Itt hagyol engem a semmi közepén! Ha milyen eljárás ez? Most mit csináljak itt, ne? Korán sötétség van! Jaj, mamó, mit csináljak, Istenem? Mit csináljak, Istenem? Felhívom apu, jöjjön értem, apu. Fel kell hívjam aput. Azonnal jöjjön értem, hát mit? Bakulok én értem, mire hazamegyek, humvaramán! Felhívom aput most. Mit képzel magáról? Ez a kis tücsök, ez a kis semmire való jószág. Megcsinálta nekem a veszekedéset, hogy nem szégyeli el magát. Hogy nem szégyel, hogy kitalált történeteket. Hogy én ben voltam, hogy diszkóban jól éreztem magamat. Hát meg jó, hogy elzavar. Most már összeáll, aki? Fel kell híjem.
Na haló. Fú, gyere már, írtam. Azért csinált ezt a kitalációt, hogy vigyem át Szoboszlóra nőihez. Hát átvittelek volna, csak ne csináltad volna meg. Ne csináltad volna meg ezt a kalamajkát a családdal. Itt vagyok, nem. A Szoboszlói úton vagyok, a fiat kirakott engem a semmi közepén. Gondolj tejt, az kirakott engem, nem tudok hazamenni, bazd meg. Szóval a tücsök áll minden mögött. A tücsök. Azt csinálta nekem meg most a problematikát. Jó, de belefeküdtél aludni, gyere hát apukat, itt vagyok a semmi közepén. Most mit csináljak? Jó, megyek! Mi van, Emil? Jó, most ilyesél, mert kicsit cseperek az eső, nehogy elázzak már. Megyek ott, hogy a Szoboszlói úton, a fiam ott van, kiszakad a mesejt a Szoboszlói úton van. Kicsoda? A fiatot ott vettem, megyek utána. De ki hagyta? Az a Szoboszlói úton van. De ki? A fiam Stefán, ott hagyta. A Stefán, a Szoboszlói úton van. Szoboszlói úton, megyek ki. Jaj, Istenem, így egészen menjél. Mit csinálják? Most menjél, de te tápolja már. Mi van? Hogy tehetett ilyen? Bányán, gyere magadhoz. Gyere magadhoz, mert megyek. Menjél azonnal. Azonnal menjél, siessél. Na nem baj, megyek most az asszonyhoz. Elmondom neki, drága feleségem, hát én nem is vagyok hibás. Hát ez a tücsök találta ki a történetet. Az egészet, amit nem is csináltam. Ott voltam a kocsiba, nem is mentem be. Jaj, hogy merészelt az ilyet csinálni? Ott hagytam kisfiút. Lekosod a szíve. Baby, félek, miért élek? Annyit kérek, hogy fogjam a kezed, ó, tényleg. Egyedül vagyok a népe. Hú, van már ez a kalapos cigány is, már megfogyok. Hány autóba elment már? Stoppolnom kellett volna múlt. Hányunkba mennek derecskére innen? Ma vagy 20 elment itt. Vágok, megfogyok már. Egy szerencsém, ne lát az eső. Meg kell zavarodni ettől a két köcsöm, gyere miért majd ott. Ja, vagy te úgy ne üldözél, már menjél magadnak. Hát így megyek rövid katyát, úgy. Decemberben. Izé vagyok, én vagyok az X-men, mi? Fú, Isten, ez a kalapos cigány, mikor én ment a szűz, Mária, megfogyok. Pangok is, szomjas vagyok, éhes vagyok, fázok. Fogyott, nekem is van, már minden bajom van, és még nem jött. Már mióta itt várok, egy 20 perc itt várok. Azt is te már hívott, hogy menjél érte? Most hívott az, hogy itt hagyta a fiat, de várjál, faszolni fogod, hogy megér majd még ez. Miért vágyatottad ne? Hát én nem csinálhatod volna, sose nem csináltam. Nem tudom, miért csinálták ezt. Mi lehetett ez az ott, hogy ott hagyta? Nem tudom, de már megyek. Azt te fúgya. Így be fog engedni, 100%. Biztos vagyok benne, hogy beenged! Az emberre! Halom! Engedj be! Engedj be! Emil vagyok! Engedj be, gyere ki, beszéljünk! Menjél hát! Menjél! Haladjál! Haladjál! Na összetöröd már magadat! Igyekezzél hát! Menjél! Ne! Még igazgassa neked itt magadat! Menjél, mert meghosod a szív a gyereknek! Csak meg lehet tán a Stefánt. Hát nem fér a fejembe bele. Nem fér a fejembe bele, hány óra van. Jó, sok már. Nem fér a fejembe bele, hogy mertek ilyet csinálni. De mit kerestek ők a Szoboszlói úton? Hogy került oda Stefán? Mit csinálnak ezek? Átkozott hülye denevérként majd. Hát ezek kiborítottás. Hogy így szakálnak ide, nem hagynak végén.
Hát ez már egyenesen felháborító. Hogy még az álmomtól is felzavarnak? Ilyenkor is. Ez valami egyenesen katasztrofális. És még ilyen szakadó esély. És semmit. Nem lehet látni, semmit olyan sötét van, mint az ördög. Azt nézd meg le! Jaj, te! Majdnem elütöttél hát! Látod, gyere már, mi van, mi történik? Ha már fél óra itt van, akkor lapos. Na, mi van? Hát ezt nem hiszem el, hát. Miért csináljátok? Úgy képzeld el, mondom neki, átjúzom hozzá már, te sűröm szavak szóval. Igen? Hát is hozott, mert tudod, csajra találkozok. Igen? Hát most csak fiatal vagyok, csak találkozok valami néve. Igen? Kitett fél úton. Jó, hagyjál, Pékin, megyek. Most hogy tehetél ezt megtenni? Nem tudom, hogy lehet ezt megtenni, nem tudom. Várjál. Múltkor anyuk nekem mondta, hogy a Niki elvitte, borbosztott, hogy a Niki is ott hagyta anyut, mert múltkor mondta nekem, meg ő is emlékezik is ütött nekem, nem tudom, mi van a fiatal. Nem tudom. Most, ha nem vagyok merülve, itt nekem káó. Hát, szűz, Mária, hát te meg jó, hogy előfizetésre váltottam. Nem, majd menjek haza, várjál majd, adok én neki már. Meg jó, hogy előfizetésre. Nem megyek én már, hogy mert ő ilyesmit csinálni? Nem tudom, hogy mert ilyet csinálni. Azt így szakának idén kihagyd az út test közepén. Hideg van, majdnem az eső, esőviseség, meg szerencse lát, elállt. Fia, mit vagyok én, hát híjjál. De miért foglalkozol ebben a bumbornyák hirdeneményrel mindig? Nem tudom, kirakott hát az út közepén, hát. Nem baj, most már az a lényeg, hogy nincs semmi bajom. Megyünk most már hazafele. Maradjon elmondok anyunak is, hogy anyu is anyutársaságában és egy hatalmas titkot, ami most fényre fog derülni. Már itt vagyunk, már itt vagyunk. Nagyon nagy dolog van, még te sem tudsz róla. Nem tudok én sem. Nem mi ez a virűk? Most fogsz tudni róla. Gyere, behozt támadnom. Akkor tárfülök, kevárom. Mi az, hogy Emil ott már te hagyni? Nem hiszem át. No. Te lesz könyvet már. Gyere. No. Gyere, itt van. Na ide figyelj. Fiam, nem tudsz valami fiam. Felveszed a telefont. Mi most nem van, fiam? Hát, hagyd már, kirajlott az út szélén. Maga rajlott az út szélén. Éjszakának idején, hogy ez a denevér fiat mindig elcsinálja. Mi történt? Mondjál el minden, Stefán, mert nem tudom elképzelni, milyen jogunk volt hát a Szoboszlai úrtom. Azt mondta, átvisz a nehéz az engemet. Jó, van tesom, csak nem volt nálam, hogy nem tudom kifizetni neki a tankot. Jó, átvisz, itt jártunk a Szoboszlóra, már nem Szoboszlóhoz beértünk. Mit csinál? Szállják ki. Szállják ki. De miért? Csak úgy gondolt, kiszálltam az autóból, azt ott hagyott én. Nem tudom, hogy miért mániájuk nekik. Nagyon szeretik ezt csinálni, hogy ott hagyott az autóból. Engemet is ott hagyott a feleség az utcéli. Már és most jön a hatalmas nagy dolog, amit el kell, hogy mondjak neked. Titokba tartottam eddig. El kell valamit mondjak mostan. Murka, amikor jöttem hazafele a bárhol, emlékszel? Rajtam volt a maszk. Azt hittek te, hogy én ijesztettem meg anyut? No. Nem tudjátok, mi volt akkor, hogy én. Hát honnan tudnám? Felbérelt egy hitment, azt az ijesztett meg titeket. Állarcos ember volt. Ő bérelte fel, és itt ide jött. A fiatok volt, csak a nyelvemre kötött, hogy nem mondja már nektek. Bocsánat. Egy hitment bérelt fel, te meg én engem bántottál. Bocsánatot kérek tőletek, én. Bocsánatot kérek, én nem. Ilyen nagy sikoly állarc volt rajta, láttam. Pont lebukott. Én kérek, bocsánatot kérek tőletek. Pénzt is adott neki. Pénzét bérelte fel. Elvégezte a munkát, utána ment oda fel a gyerek. És én voltam a hibás. Engem zavartak el. Kesermes! Kutya pára! Nagyon is imádni a fiat! Emélek volt a kezemben. Azt hiszem. De miért? Mire volt ez most, Jan? Hogy engemet ijeszed meg. Azt hiszem. Mire volt ez most, Jan? Csak nyelvemre kötött, te nem mondja be. Én meg néztem annyiba, testvéremet, jó, nem mondom el. De ha ő ennyiben néz, hogy kirakott engem az útszínén, akkor én miért nézem itt? Elmondom. Elmondom. Most ez már mikor volt? Most ha most nem tesz ki, akkor nem mondod el sose? Hát most testvérek között is van megállapodás, anyu. De te miért nem mondtad el neki? De én nem mondtad el neki, mert autóban voltak. Nekem akart jönni. Miért gyilkosokat fogadott én rám? Felfogott ezt, hogy mi ez? Itt ment.
És én meg végig azt hittem, hogy ült csinálom. Te meg kaszásokat mondtál nekem, látod, hogy nem mondtam valahogy! Mert az ilyet megtenni, Herr, én velem. Meg a Stefánnal ilyet megtenni. Melyik az ilyen? Ki az? Nem figyeltem be! A majmod az anyu! Ide mehet jönni! Ide mehet jönni? Igen. Mondd meg neki! Emír vagyok. Kenyér vagyok. Jövök! Jöttél, Emír fiam? Engedjetek be! Engedjelek be! Elküldött az asszony! Na jó tette, hogy elküldött, én ide be nem engedlek tégedet. Szégyeld el magadat, nem hittem volna, hogy én felnevelek, hogy ezt fogom tőled kapni, hogy te rám küldted a sikolya alá. Gyilkosokat fogad... Gyilkosokat fogad... Te rám fel meg akartál öletni! A fekete megeszi a jó dolgodat! Fogja csak magadat! Nem szégyeled el magadat te! Ezt kimondta! Nem érdekel! Nem szégyeled! Elmagadnak! Na haladjál! Appen a jautókát tegeszi! Nem engedtek be! Nem engedtek be, menjél magadnak! De még várjál, még egy így számolunk, még hogy így hát szakállak ki, én ezt csinált. Ott hagytad az öcsémet! Átadom a vetretet! Anyám, aki! Teszed le! Teszed le! Fogd meg magad és te pusztulj el, mert gyorsan takaríts magad! De nagyon gyorsan a fene megeszi a jautókát! Nem jövök ide többet! Nem is kell! Furcsa! Nem is kell, hogy ide gyere! Nem szígyeled el magadat! Az öcsédet is ott hagytad! Azt is így néha, nem vártad volna, hogy megölik vagy valamit! Szígyeled! Ha mit képzel, hogy még jönne akarna nekem idebe? Elzavartam! Menjél magának, amerre akar! Ezt nem vártam volna! Vettem neked gyíkhúst! Saját gyerekedet, hogy meg akart öletni! Meg akkor az ítel egyén! Az kajázzál, az feküdjél le, nyugodtad, én most már itthon van. Jó voltál, ez a piszok kölyök, látod, hogy miket csinál. Na ide, a lábát jobb lesz, ha nem teszik. Ah, szok pillanat van. Gyere, egyél magadnak. A fene megeszi a jautaugát. Mit csinál, hogy csinált ez itt? Hát mondom. Kiszárt a szám az ideg tűhet. De hogy mond ez elején, hogy én belőlem is, hogy bohócot űzök meg valami. Kicsakának idején kiállzik ez nekünk, hát. De munkor is miket, valami kaszás volt, azt én meg nézd meg, teljesen bohócot űzök belőlem. Hát ezt már nem lehet élni. Ezt már hallattad, itt most egyszer is minden korra vége van mindennek. El volt mindennek a ne továbbja. Ez volt a ne továbbja mindennek. Itt fejezzük be. Menjünk, hogy feküdjünk le, azt úgy menjen haza, meg úgy jautanodjon, meg úgy legyen jó feleségével, ahogy van. Ide, ám, innestül, nincs több vendégfogadás! A mindenit neki! Na! Fogtunk! És bocsánatot kérek még egyszer! Na! A mindenit neki! Újra jövünk is. Ezzel nem fogsz megnyitni engemet ledobni. Nem van a torral. Haló! Újra jöttem! Emil vagyok! Én vagyok Emil, nyisd már ki! Mit akarsz itt már megint? Ide figyeljél! Anyu leordította a fejemet! Jó tette! Jó tette! Elzavart, nem adott hajlinkot se! Jó, tette azt is! Honnan tudjak, esik az eső, megfagyott! Menj aludj a kocsiba! Ide nem teszed halálban! Szevasz! Megyek. Megyek, kint alszok az autóba. Innen is elzavartak. Onnan is elzavartam. Már csak az autó maradt nekem. Ez komoly este lesz. Akkor aludjunk. Mi ez? Ez jutott nekem. Kocsiba alvás. Jöcsém.
Jó, megszívottál. Felveszem. Addig is melegíti a számot. De büdös az a maszk is. Próbálok aludni. Nem tudok aludni. Csak sajnálom, ezt a majmot inkább behozom csólikába. Ne legyen már kint ott a hidegben, a van már, hogy behozom inkább. Meghallgatom már, mit akart mondani. Istenem, mindig van valami. Behozom már, nem vagyok a szívtelen, megfogyasszom. Gyere, gyere! Szólnátok! Ki az? Pusztulj, pusztulj, kutyaképű, megetted az életemet. Áj, na 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 na